Színvonalas programokkal várta az érdeklődőket Eresztvénybe a Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont. A zenés nyári estén többek között egy tartalmas előadást is hallatott a szépszámú közönség. A Dornyai Házban a Novohrad-Nógrád Geopark munkatársa, Hegyi Péter a geoparkot és annak természeti kincseit mutatta be. Miért is hozták létre ezt a területet, ezt a geoparkot? A miocén korban, amit itt mutatja, az 23 és 5 millió évvel ezelőtt közötti időszakról beszélünk. Európa térképe kicsit más volt, mint amit megszokhatunk a jelenkorban. Abban az időben keleti irányból betörtött a kontinens kezdeményezésére az úgynevezett Paratétisz, trópusi sekélytenger. Trópusi volt, mert kellemes hőmérsékletű, 20-24 fok átlag hőmérsékletű sekélytenger, mert a legmélyebb pontján a 80 métert érte el. Ezen a területen bejelölték a térképen Budapest, Krakó, Bécs, Triest, Bukarestnek az akkori helyzetét. Hát egy kellemes kis tenger, gazdag élővilággal hullámzott itt, aminek bizony lakói is voltak, és ezt a lakókat nem én találom, a gyerekeknek szoktam mondani, nem azért mondom, hogy elbutítsak teket. Számos bizonyítékunk van, az itt előkerült különböző konglomerátumok, megkövesedett állati maradványok és lenyomatok. Vulkánosság, már mint mondtam az előbb. Sekélytengeri trópusi vulkánosság víz alatt történt meg. Hát, ha el tudjuk ezt képzelni, akkor a Strombolit szoktuk javasolni, ezt a tévében gyakran szoktuk látni, Olaszország partjainál aktív vulkáni működés, vízből kiemelkedő vulkán, vagy a másik nagyon jó példa, a Hawaii-szigetek környékén gyakran mutatnak akár víz alatti felvételeket is, amikor nem heves kirobbanással zajlik a vulkán kitörés, hanem egy kicsit lassabb, kicsit a hőmérséklet változása, fölbezseg a tenger, lassan szétönti a lábáját a vulkán, és szigeteket épít, vagy szigeteket sülyezt el. Így kell elképzelni a miocén korban itt Nógrád megyének ezen részét is. És hogyha fölmegyünk egy kilátófot, szétnézünk, az esetek nagy többségében ezek a csúcsok, amiket látunk, régi vulkanikus maradványok, a vulkának legkeményebb középső részek a kürtőnek a maradványai. Rengeteg variációja került a felszínre a területünkön, ez a rengeteg itt számszerűsített, több mint 19 cápa nemzetségnek a maradványai, ugye nekik a cápáknak a porcai már elkoptak, de a foguknak az átalakulásával, a megkövesedésével megmaradtak, és ebből tudjuk, hogy ők nagyon jól érezték magukat. Itt a dokumentum felsorolta, hogy milyen fajta cápák éltek, leginkább a tigris és a kék cápa volt, de számos olyan hidegebb és melegebb vízi cápa keveredett, aminek ki is lehet mondani, ez a környék egy igazi cápa paradicsom volt. A terény azért is izgalmas, mert sokszor mondják, hogy Magyarország nem rendelkezik tengerparttal, szárazföldi, belső európai ország vagyunk, hát nem. Van nekünk tengerpartunk, igaz, hogy egy kicsit régen mosta már az a víz, de az eredményei megláthatóak, ezek bizonyítottak a különböző szilárdságú homok rétegeknek az összetömbösítése, csak hát ez 23-tól 19 millió évvel ezelőtt történt, amikor ott a víz építő romboló hatását gyakorolta, lerakta a homokkövet, üledéket képzett, majd mikor a víz levonult már, akkor az erodáló munkáját elkezdte a természet, és azzal alakította a mai érdekes, ilyen homokkő gombasziklárnak az arculatát. Ezeket a geológusok nagyon szeretik, mert ezek nagyon sok mindent árulnak el, akár egy történelemkönyv az ő szemük által.